Mint az országban szinte mindenhol, széken is az egyik legfontosabb januári teendő a város éves költségvetésének összeállítása. Ezen dolgoznak most a Tolna vármegyei településen is. Nem januárban kezdtük természetesen a felkészülést, hiszen már az elmúlt év végén hozott a képviselőtestet egy sor olyan döntést, ami már befolyásolja a 2023-as önkormányzati gazdasági évet. De az év első hetében kaptuk meg azokat a konkrét számadatokat, hogy a városunk mekkora összegi állami támogatásban részesülhet most 2023-ban. Ezek a számok még természetesen változhatnak, hiszen a minimálbérből és a garantált bérminimumból történő emelkedésre vonatkozóan később részesülhetnek az önkormányzatok támogatásban, illetve még még nem tudjuk, hiszen az 5 és a 10 ezer fő település, közötti települések még nem értesültek arról, hogy adott esetben részesülhetnek-e visszaműllek 2022-es költségnövekedésből, energiaköltségnövekedésből adódóan bármifajta kompenzációra. Tehát még vannak nyitott kérdések, de már elkezdtük az önkormányzati költségvetés befolyásoló elemi költségvetéseknek az összeállítását is. Mivel Bátaszék több településsel is partner kapcsolatban van, így a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatban az érintett falvak vezetőivel is egyeztetett már, elsősorban a bérkérdésekről. Látjuk, hogy jelentős költségnövekedéssel kell kalkulálnunk 2023-ban. Elkezdődtek a társulásoknak a költségvetés összeállításai, itt is drasztikus költségnövekedésekkel találkozunk. Dolgoznak a gazdasági társaságok vezetői is az üzleti terveknek az összeállításában. Ugye nekünk két gazdasági társaságunk van, mint önkormányzat, egyik város üzemeltetéssel foglalkozik, ott a legnagyobb problémát a tanúszoda működtetése fogja okozni majd 2023-ban, hiszen tudjuk, hogy 70 millió forintot meghaladó költséggel lehetne üzemeltetni a tanúszodát. De a marketing Kft. költségvetés összeállítása is tartalmaz hát jelentős költségnövekedéseket, hiszen ha rendezvényt akarunk szervezni, ott már látjuk, hogy dupla háron érkeznek adott esetben azok a vendégek, akik szórakoztatni tudnák a nagy érdemi közönséget. Tehát összességében látjuk, hogy komoly anyagi nehézségekkel kell szembenézünk 2023-ban. Igyekszünk természetesen egy olyan költségvetést összeállítani, ami lehetőség szerint megtartja azokat az értékeket, amit az elmúlt években, évtizedekben sikerült a város életébe behozzunk és működtessünk de arra is törekednünk kell, hogy a költségvetési egyensúlyt azt, azt fenntartsuk. Így lehet, hogy bizonyos területeken azért áldozatokat kell majd hozzunk, hogy 2023-ban is működőképes lehessen az önkormányzat. A város 2022-ben nagyjából 1,6 milliárd forintból gazdálkodott. Ezt a számot bőven el fogjuk érni, sőt, ezt meg is fogjuk haladni. Első körön, ahogy most ezeket az elemi költségvetéseket megnagyolva Összeállítottuk, azért látjuk, hogy olyan 100 és 150 millió közötti működési hiány van jelen pillanatban a számokban. Ebben kell leforagásokat, kompromisszumokat kötni, hogy az egyensúlyt fent tudjuk tartani. A 2023-as költségvetést az év első testületi ülésén február elején tárgyalják majd a képviselők.